30. fejezet. Most már övéké volt a világ. Annyira váratlanul kapták, hogy először szinte azt se tudták, mit kezdjenek vele. A bíbor zászlós császári gályatán még el se hagyta a kikötőt, mikor Tit már kereste a fiút. A császárné palotájában azonban nem tudtak róla semmit, igaz, hogy nem is volt kitől kérdezősködni. A cselédek az udvarmesternőn kezdve ahányan voltak, annyi felé szaladtak bájéi levegőt szívni. Csak egy öreg fekete rabnő nyikorgatta a kézimalmot, de az legalább nem a konyhán, hanem a tablinumban. Maradj csak, intett neki a nobilissima, amikor a rémületét látta. Mondom, ne ugrálj, hiszen mind szétszórod, amit őröltél. Hol vannak a többiek? Senki se találok az egész házban. Mindenki a szíve után jár, szentséges úrnőm, vigyorodott el a vénasszony. Hát te, mosolyodott el a lány is, neked már nincs szíved? Szív van, de nincs hozzá láb. Lefűrészelte az uram, mikor olyan fiatal voltam, mint te, és én is a szívem után szaladtam. Fölhúzta a kötőjét, és nevetve mutogatta, hogy az ő combjának csak a töve maradt. Nem tud menni, csak csúszkálni. Ha már a szíve után nem mehetett, azzal kárpótolta magát, hogy az Augusta fogadószobájába csúszkált be, és az ő lábvánkosára kuporodott sót darálni. Tit egy marék datóját dobott a rabnőnek, és megindult ő is a szíve után. Trullával valami harapnivalót dugatott a fűzveszőből kötőkosarába, és szaladt a Hadrianus romokhoz. Biztosra vette, hogy ha mindenki a szíve után jár, akkor gránátvirágot csak ott találhatja. A fiú csak ugyan ott ült a tisztáson, a cserjék hűvösében, szétvetett lábbal, kezében íróecsettel, ölében festékekkel. A lány az adoráció mozdulatával köszöntötte. Bocsáss meg, Apolló, hogy éppen akkor zavarlak, mikor legszebb himnuszodon dolgozol, amely, mint látom, a nem is lesz olyan ragyogó, mint te vagy. Több színű lesz, mint a szivárvány. Hűtlen pohárnokomat keresem, halhatatlan Isten, mert nagyon elszomjaztam. Hű pohárnokot kötelességét teljesítette gyönyörű nimfa, mert íme poharakat készített, amelyek egyedül méltók a te ajkaidhoz. Magszakajtókat markolt fel a fűből, amelyeket kívül aranycsillagokkal, belül piros és kék csíkokkal színezett ki. A lány szájához emelt egy magcsészét. Még mindig nem elég kicsi, csücsörítette össze ajkait, de nagyobb baj az, hogy ez csak magadforma isteneknek való nektár szörpölgetésre, én pedig halandó nő vagyok, akinek nem oltja szomját a nektár. Nyújtotta a száját, és behunyt szemmel várta, hogy megitassák a mámor hosszú kortyával. A kötőkosarat csak azután húzta le a karjáról. Megengedi a császár, hogy rabnője megvendégelje. Fügét, korai almát és szezámos pogácsát szedegetett elő, anélkül, hogy levette volna szemét a fiúról. Maga tudatlan mozdulattal letört a pogácsából egy darabkát, és letette maga mellé a fűbe. Aztán beleharapott abba, ami a kezében maradt, és a második harapással a fiút kínálta. Hát azt melyik istennek szántad, kis Tit? Melyiket? Amit félretettél. A lány szeme megrebbent. Észre se vettem, most ez is a tied. És máskor? Máskor is a tied volna, ha eljönnél érte. Soha nem töröm meg úgy evésnél a kenyeret, hogy az első falatot külön ne tenném neked. Így mindig elhitetem magammal, hogy te is ott vagy. A fiúnak torkán akadt a falat. Elfordította a fejét, mert a szemete leszaladt könnyel. A lány belekapaszkodott és visszahúzta. Nyeld le, bolondkám, mert megfulladsz, nevetett. De amikor folytatta, mintha az ő hangját is eláztatta volna egy befelé gördülő könycsepp. A sírás pedig ne szégyeld előttem, gránátvirág. Én szeretem, mikor így sírsz, értem, és meg is érdemlem. Soha se lesz többet olyan rabnőd, aki úgy szeressen, mint én. A fiú eléje hullott. Ó, de jó, hogy megmondtad. Igaz. Igaz. Soha sem mondtad még szóval, hogy te is szeretsz. Kellett ahhoz szó is, kisfiú, kacagott a lány. S ha kellett, miért nem kérdeztél? Én nem kérdezhetlek téged, kis Tit. Én csak azt vehetem el tőled, amit magadtól adsz.
Ne ejts kétségbe, gránátvirág, azt hiszed, mindig így lesz ez. Hát soha se leszel olyan bátor, mint én vagyok. Se nem parancsol, se nem kérdezel. Hogyan szerethesselek én akkor téged? A lány térdére tette a fejét, és úgy nézett fel rá. És mióta szeretsz engem, Kistit? A lány a szájára legyintett. Ilyet igazán ne kérdezz, gránátvirág. Talán tegnap óta. No, ne nézz olyan csúnyán. Lehet, hogy már a gyerekcipőmben is te eléd totyogtam. Ne felejtsd el, az még megvan Romul a nagyanyánál, egyszer majd elkérem tőle, és neked adom. De ne kérdezz többet olyant, amit én se tudok, és ne törődj vele, hogy mi volt tegnap. Semmivel se törődj, ami volt és ami lesz, az nincs egyik se kisfiú. Csak a pillanat van. Közben meghámozott egy almát, piros héját a fiú fülére akasztotta függőnek, egy almamagot is adott neki, másikat ő maga fogta hüvelyke és mutató ujja közé. Próbáltad ezt már? Gondolj valamit és ugrasd ki az ujjaid közül a magot egyenesen fölfelé. Ha eléri a mennyezetet, akkor teljesedik, amit gondoltál. No, most. Egyszerre palittyázták ki ujjaik közül a magot, és egyszerre nevették el magukat. Az ég mennyezetét nem lehet almamaggal elérni. Titt finom füle már hallotta is, hogy visszahúltukban megzördítették a leveleket. Legalább mondd meg, mit gondoltál. Nem gondoltam semmit, vörösödött el a fiú. Hát, ha kitalálom, akkor megmondod? Nem mondom, kiáltotta hevesen Quintipor. Hát nem mond, vont vállat a lány, és hátat fordítva a fiúnak végigdőlt a fűben. De nem sokáig bírta ki. Nem fordult ugyan vissza, de az egyik kezét hátra nyújtotta rózsás tenyerével fölfelé. Ha a kisfiú értelmes volna, akkor észrevenné, hogy a kinyitott tenyér is kérő száj, mondta oktató hangon. Jó meleg fészek. Ha kis csókokat ültetnek bele, azok kikelnek, és mikor az ember elalszik, előbújnak, és végig tipegnek rajta. Megfordult, mielőtt a fiú száját a tenyerén érezte, és ujjait belefúrta a hajába. Látod, én megmerem neked mondani, mit kívántam. Azt, hogy legyél te csak egy órára igazi császár. Olyan, aki mindenkinek parancsol, még az apámnak is. Hiszen én is ilyent gondoltam. Te is, ült föl a lány. Igen. Hogy bárcsak a te igazi rabszolgád lehetnék én, és csak neked kellene szolgálnom örökkön-örökké. Szegény kisfiú, legyintett a lány. Hát hiába olvastatta veled a domina filozófusokat, te még most se tudod, hogy okos ember az örökké valóságot percekkel méri. Ülj föl csak szépen, legyél császár, és nézz körül a világban, hogy mit adhatnál kis cselédednek, aki kihozta neked az ebédet. Te ne nézz nagyon messze, hát ha közelebb is találsz, amit úgy adhatsz nekem, hogy te is jól jársz vele. Hosszú csókot vártottak. Utána megszólalt a lány a haját igazítva. Nézd, kilestek bennünket. Egy aranyos zöld gyík lihegett a lábuknál. Magasra emelt fejét forgatva nézte hol egyiküket, hol másikukat. Nézd csak, súgta a lány, Adamaszkőből van a szeme. Nekem adott, császár. Neked adom, Kistit, nyilatkoztatta ki a fiú uralkodói gráciáját. Kissé hangosabban, mint ahogy kellett volna, a gyík elrezzent a fűben. Tit arcára tapasztott kézzel siratta elvesztett gyémántját. Quintipor erre neki ajándékozta az egész tisztást. De hát, ha a gyík csak nézelődni és leskelődni volt itt, de állandó lakása romok közt van, erre megkapta a palotát is. Mindazokkal a kincsekkel, amiket Hadrianus császár benne felejtett, s ráadásul a tengert, a delfinekkel, a zöldhegyeket, az őzekkel és szarvasokkal, a napos mezőket a kék pillékkel és a szitakötőkkel. Az egész világot a nevedre iratom, csak ezeket nem. Két vércsére mutatott, amelyek a fejük fölött szitáltak. Ezeket miért irigyled el tőlem, fösvény gránátvirág? Ha igazi császár volnék, minden madarat kiirtanék a világon. Csak a vércséket hagynám meg, mert azok mindig a te nevedet emlegetik. Hallgass csak! Tít, 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 visították elszálltukban a madarak. Ez megint olyan öröm volt Titnek, amit halksikoltással kellett megköszönni. Aztán komolyra fordította a szót. Van viasztáblád? Írjunk össze mindent,
amit meg szeretnék veled nézni. Puteoli, kezdett jegyezni a fiú a kikötő, a föníciai kereskedők bíbor raktárai, Mizénum Lucullus villájával, Neapolis, Virgilius sírja, a Pauzi Lupon, a gondűző villa, ahol Védius Pollio rabszolgák húsával hízlalta halait, Kumé, a Sibilla barlangjával, gránátvirág. Te vagy a legokosabb ember a világon, csapta össze a kezét, itt minden tudsz, mint egy itinerárium. Abból tudom, nevetett Quintipor. Nem láttad a császárné villájának perisztiliumában azt a két mérföldkő formájú ezüst oszlopot? Azokba úti kalauz van belevésve. Hol is hagytuk el? Az Akerusi-tó, oda menekülnek a halak a tengerből, ha vihar van. Flegré fortyogó mezői, az alvilág bejárata. Vigyázz, gránátvirág, mindenüvé csak velem mehetsz. Én pedig nagyon rossz utitás vagyok. Mindjárt elfáradok, és akkor engem ölbe kell venni. Akkor túl én túl is elmegyek veled, kisti. Dobta el a fiú a stíluszt és a viasztáblát. Vigyél, vigyél. Kínálta magát a lány két kitárt karjával, dúcolgatást kívánó gyerek módjára. A fiú fölkapta, mint egy játékbabát. A lány átölelte két karjával, és égő arcát az övéhez tapasztotta. Így szaladták körül kétszer a tisztást. Egy hétig nem is mentek tovább. Az úti tervet ott felejtették a fűben, és nem is jutott eszükbe keresni. Csak egyszer bolyongtak túl a fürdő határán, akkor is megbánták. Pedig a kirándulás egészen jól kezdődött. Titanilla szeméből csak az élet öröme sugárzott gránátvirágéba, s a lány még soha se találta olyan bátornak a fiú száját. Tarkára festett csónakokkal egy kis olajfa erdőnél kötöttek ki, amelynek közepén borostyánnal befutott rács mögött a három grácia szobra állt pentelikoni márványból. Hogy is hívják őket? Kérdezte ravaszkodva a lány. Én csak az elsőről tudom, hogy az Pító, a szerelmi rábeszélés. Mi is a neve a másodiknak, ismered? Pótusz, a vágy, szorította magához a fiú a lány karját. A harmadikat is eszembe juttattad. Megsúgjam, ágaskodott fel a lány a fiú füléhez. Himérusz, az epedés. Az jutott eszébe, hogy a körülöttük pirosló lichniszekből fonjanak koszorút. Ő is egyet, gránátvirág is egyet, s azt dobják hátra a válluk fölött. Próbálják ki, melyiköké kire esik a három grácia közül. De csalni nem szabad. Quintipor egy kicsit kedvetlenül fonta meg a koszorúját. Csalni nem szabad. Ő már hallotta egyszer ezt a tilalmat az antiohiai palotában, mikor azt a csók próbát játszották. Ő csak ugyan nem csalt, mikor hátradobta a koszorút. Nem is esett egyik gráciára sem, csak a rácsra. Lába elé mindháromnak. Titanilla azonban csak akkor fordított hátat a szoborcsoportnak, mikor jól kimérte szemével az irányt is, meg a távolságot is. Himérusz fejére akarta ejteni a koszorút. Én túlságosan kicsit dobtam, te túlságos nagyot, mondta a fiú, mikor már röpült a koszorú. Mondom. Az utolsó szót olyan hangon mondta, amitől a lány is ijetten fordult meg. A gráciák megszaporodtak. Jobb oldalukon egy fölpántlikázott asszony fej jelent meg fülében magyarónyi rubinokkal, bal oldalukon egy férfi elképet arca kopasz fején a félre billent lichnich koszorúval. De az elképedése csak egy pillanatig tartott, s már is előgurult a kopasz fejhez tartozó pocak. Áldom az isteneket, hogy megengedték látásod. Isteni nobilissima. A lány megbicentette a fejét, és rászólt a fiúra. Mehetünk, Quintipor. A fiú alig értette meg. Elszokott már a nevétől, szó nélkül követte a lányt. Csak a csónakban kérdezte meg, ki volt az az Aktaion. Aktaion? Csodálkozott a lány. Ez a bivaj? Hiszen én is csak a szarvakat láttam Aktaionból, de úgy mereztette rád a szemét, mint ahogy az Dianára. Trikongiusnak hívják, mert három kongius bort megiszik egyhajtásra. Honnan ismered? A fiú markába szinte roppant az evező. A hangja annál csöndesebb volt. Az apám udvarából, villant hidegen a lány szeme. Valami zapszállító, de nagyon kegyében lehet Plutosznak. Mindig hagyott nálunk valami különös drágakövet, ha ott járt.
A kis virágarc fagyos és gőgös lett. Bosszantott, hogy a fiú megint nem annak örül, ami van, hanem azzal marcangolja magát, ami lehetett, és ezzel a szatírral együtt tudja őt elképzelni. Valamikor átcikázott volna rajta az a vágy, mint Galérius lányán, hogy a tengerbe kellene dobatni a vakmerőt. Most haragjába se tudott súlyosabb büntetést kigondolni, mint hogy hazáig nem szól hozzá. Nem, ijedt el mindjárt a saját szigorúságán, az több egy óránál. Elég büntetés lesz fél órás duzzogás is. Néhány evezőcsapás után kihajolt a csónakból, megmerítette a tenyerét, s az arcába locsantotta a vizet gránátvirágnak. Hát az a vén ijesztő kisfiú, melyik? Aki úgy rád mereztette a szemét. Nem ismerem, nem néztem meg. Bizonyosan a 30. özvegységét élvezi már Bájéban. Gránátvirág nem mosolyodott el, és neki magának se esett jól a dévaj hang. El volt rontva az egész napjuk. Még Trulla se tudta őket felvidítani, pedig eljátszotta nekik Akcília esetét az orvossal. Akcília egy tábornok felesége volt, cédrus tetejű villáját mindenkinek megmutatták, aki először érkezett Bájéba. Elrontotta a gyomrát valami éretlen gyümölcsel, ilyetten szalajtott orvosért, az rendelt is neki olyan lélöttyöt, ami már reggelre meggyógyította, mégis kikorbácsoltatta másnap a villájából. Hogy mersz nekem olyan orvosságot beadni, hitvány kutya, ami csak két részpénzbe kerül? Kinek nézel te engem, hogy ilyen szégyenbe mersz keverni? Tudd meg, hogy az én rangombelinek a gyomra számára csak a dupla ezüst Cesserciusnál kezdődik az orvosság. A romok mögött nem volt Akcília, se Trikongius, se ijesztő, sőt, Trulla is csak jelképileg volt jelen addig, míg elmorzsolgatták a frugális étket, amivel egész napra feltarisznyázta őket. Onnan nem kívánkoztak sehová, mert ott csak madarak, szitakötők, pillék és gyíkok jártak, s ott akkor is boldogok voltak, ha a szomorúság repült el fölöttük, s rájuk hullatott egy-egy tolpihét. Mert az is megesett néha, hol csókolózás előtt, hol csókolózás után. De az a jó volt benne, hogy a szomorúság elhessegetésére mindig újra kellett kezdeni a csókot. A fiúnak sokszor könnybe lábadt a szeme, és a lány mindig gyönyörűséggel csókolta fel a könnyeket, mert a szerelem savát érezte bennük. De ő maga soha se sírt, és egyszer nevetős percben a fiú ezen el is csodálkozott. A te szemed csak mosolyt és villámot terem, kis Tit, mint a többi isteneké. Még nem láttalak igazán sírni. Kis Tit felhúzta szemöldökeit, ami valami bájos eltorzulást adott az arcának, mert egyik szemöldöke sokkal magasabbra szaladt, mint a másik. A fiú még sose vette észre, és annyira kedvesnek találta, hogy elfogadta feleletnek. Olyan vagy, mint egy nyilazó pártusz, mondta elragadtatott mosolyjal. Egy ezüst vázán láttam egyszer. Nem mindig sikerült ilyen könnyen elmosolyogni a szomorúságot, amely leereszkedni készült rájuk. Vagy te kis Tit, igazán vagy te? Kérdezte a fiú az öntudat és az önkívület határán. Emelj föl, és ne tegyél le addig, míg azt nem mondom, elég volt. Majd megtud akkor, nevetett a lány, és szívére szorította a fiú fejét. Úgy szeretném kiérteni a dobogásából, mit szerezte rajtam. Mondd meg, kis Tit, miért szeretsz? Mert ilyen ostoba kisfiú vagy. Hogy kérdezhetsz ilyen? Azért szeretlek, mert szerethetnékem van. És mindig szerethetnéked lesz. Már megint a holnapot kergeted, azt, ami nincs. Már akkor hazafelé mentek a tengerparton, egy levelet vett ki a kötőkosarából. Egy pillanatra oda tartotta a fiú elé, bíborbetűs ismeretlen írás volt rajta, és rózsaszín pecsét, aztán beledobta a vízbe. Látod én, hogy bánok a holnappal? Fel se nyitom. Érezte a fiú vállarándulásán, hogy szeretne utána ugrani a levélnek. Kérdezni nem kérdezett semmit. De másnap látszott kivörösödött szemén, hogy hajnalig nézte a csillagokat, ha nem is látta őket. Egyszer hol tölte volt, és az mindig fölizgatta a lányt a dermet némaság és az esztelen kacagás közt dobálva, szóba kerültek a filozófusok és a költők. A lánynak jutott eszébe, hogy jó volna már együtt olvasni valamit. A fiú riadtan nézett rá. Megijedtél, kisfiú, nevetett Itt. Azt hiszed, egy percnyit is átengednék belőled a vénpenészeseknek.
Csak arra gondoltam, hogy te majd mesélsz belőlük valamit nekem, amiből vizsgázhatok a dominának, ha egyszer azt találja kérdezni, miről beszéltem veled. Ha a fejem elütnék, akkor se találnának benne egy filozófus gondolatot, mosolygott megkönnyebbedve a fiú. Legfeljebb Epiktétoszra gondolok néha, mert az mondta a legnagyobb szamárságot. Taníts meg rá, Gránátvirág. Ne, tanuld meg, tiltakozott a fiú. Epiktétosz azt mondja, többet ér, ha az ember okosan boldogtalan, mintha oktalanul boldog. Minden filozófusnak hurkot kellene kötni a nyakára, a szakállából, határozta el Tit vérszomjasan, s kacagva körül táncolta a fiút. Tudod, mik vagyunk mi? Boldog bolondok. Tájnattattájnattattam. Furcsa tánc, ugye? Egyszer szíriai táncosnők táncolták az apám előtt. Azt mondják, ezt lejtették a menádok, mikor Bacchus maga vezette őket. Tájnattattájnatta iopeán. Megoldódott haja körül kígyózta az arcát, csak a tirzusz hiányzott a kezéből ahhoz, hogy tökéletes bachánsnő legyen a tengerből kiemelkedő hold vörös fényében. Egy meteor szikrázott szét a tenger felett. Szinte hallani lehetett, ahogy tüzes szilánkjai belesisterektek a vízbe. A lány egyszerre lecsendesedett és elernyett. Ilyen szépen és ilyen tökéletesen szeretnék meghalni, Gránátvirág, hogy egy porszem sem maradjon belőlem. És az legyen a búcsúztatóm, ennyi, de szép volt. De aztán többet senkinek se jusson eszébe az se, hogy voltam. Látod, ezért nem lesz nekem gyerekem soha. Ne szólj most, Gránátvirág, semmit. Holnap megverhetsz, de most vigyél haza, mert nagyon fáradt vagyok. Rossz kedve még másnap is tartott, azt mondta, vihart érez. Csak ugyan erősen villámlott Nápoly felől. Gyerünk haza, karolt a fiúba. Nem szeretném, ha itt érne az ivatar. Messze van az, biztatta Quintipor. Különben is tudok a hegyoldalban egy barlangot. Nem nagyobb, mint te, de te megférsz benne, ha az egyik kezedet kint hagyod nekem. Ott nem ér az eső. Nem az eső, a mennydörgéstől félek. Te nem félsz, kis szívem? Nem, mosolygott a fiú. Inkább szeretem. Villámütéstől szeretnék meghalni. A lány haragosan nézett rá. Ha ilyeneket mondasz, nem sokára azt fogod olvasni az Acta Diurnában, hogy Galerius Cézár őszentségének nem kevésbé szentséges leánya a gyönyörű domina fürdőkádjában felvágta az ereit. A fiú úgy megmerevedett, mintha csak ugyan megütötte volna a villám. Domina, kis Tit, mikor az ő karjába kapaszkodik, úgy beszél magáról, mint asszonyról. Valami bajod van, Gránátvirág, állt meg ilyetten a lány is. Nincs, Domina, hördült fel a fiú. Nagyon jól érzem magam, Domina. Miért kérded, Domina? Ó, te bohóka, borult rá a lány, hát ezért. Ostoba fecsegés volt, hiszen nem vágtam fel az ereimet, nézd, hogy lüktet az ér abban a karomban, amelyikkel téged ölellek. Igen, Domina, nem baj, Domina, tudom, hogy én csak rabszolga vagyok, nekem nem jár szép halál, nekem csak kötél való. Fölmutatott a vad körtefára, amely alatt megálltak. A lány is fölnézett. Megbérez kettőnket is, Gránátvirág, mondta nyugodtan, s eleresztette a fiút, pajzánkodva kapott az egyik ág után. Quintipor már akkor gurult is lefelé a törmelékes lejtőn, mire a lány jajgatva utána szaladt, már akkor talpon állt, és elébe tárta két karját. Nincs semmi baj, próbálgatta a lábát. Kár, várjunk. Hála az Isteneknek a jobb lábam, mintha megütöttem volna. Most már egy kicsit erősebben kell rád támaszkodnom, kis Tit.